A Dombrádi Hivatal épülete a háborút követően az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc 100. évfordulója alkalmából épült, ekkor azonban még tanácsházaként működött. Falai között alakult meg 1956. október 28-án a községi munkástanács, amely a forradalom ideje alatt a rendről és a fegyelemről gondoskodott. Ez az épület volt a szálláshely. A település vezetése úgy gondolta, elérkezett az idő, hogy Dombrád központjában felépüljön egy új, modern, impozáns épület. Nagyon hálásak vagyunk a Belügyminisztériumnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, aki biztosította nekünk a 200 milliós forrást az új városháza megépítéséhez. Több mint 100 éves épület az, ahol a városháza most működik, és ebből már évvégére egy új épületet, a város központjába egy szép impozáns épületet megépítünk, és jövőre pedig a mostani épületbe a rendőrség fog átköltözni. Az ünnepélyes alapkőletételen Dombrád polgármester asszonya a nagy magyar építész Ibn Miklós szavait idézte, miszerint egy épületet valójában kétszer kell megépíteni. Mint mondta, a gondos mérnöki munkálatokat ugyanis megelőzi a szándék és az akarat munkája, vagyis a lelki építkezés. Kozmáné Kassa Veronika úgy fogalmazott, az új hivatali épületben is a lakosság igényeinek kiszolgálása kell, hogy a legfontosabb legyen. Hozzátette, ez a fejlesztés egy újabb lépés az élhető város elérésének útján.